Egyetlen jelöltként Laskó Róbert 20 igen és 4 nem szavazatot kapott, egy szavazat érvénytelen volt. A képviselőtestület új elnöke szerint megválasztása a biztosíték a munka folytonosságára. Azokat a projektokat, azokat a munkákat, amiket elkezdtünk, be kell fejezni, folytatnunk kell. Mint hallottuk ezt a gyűlésen ma is az eddig elhangzottakban, hogy elég kemény problémákkal küzdünk, ami az anyagiakat illeti. De hiszem azt, hogy egy jó kis csapat alakult át, vagy ki újra, úgy is mondhatnám, és ezeket a problémákat folyamatosan meg fogjuk oldani, és hiszem azt, hogy az év végéig rendeződik a helyzet. Az ülésen döntés született egy 35 millió dináros hosszú lejáratú hitel felvételéről, amelyből mintegy 20 milliót a tiszai szerb-magyar folyami határátkelő korszerűsítésére fordít az önkormányzat. Ennek kiépítése a község fejlesztése szempontjából stratégiailag is fontos beruházás, amitől nem szabad elállni. A kikötőnél az IPA pályázat, erre minket kötelez a szerződés, amit egy évvel ezelőtt aláírtunk, és hogyha mink ezt a szerződést fölbontanánk, akkor elvesztenénk a lehetőségeinket arra, hogy a további IPA pályázatoknál számításba vegyenek bennünket, tehát hitelvesztettek lennénk. A hitel fennmarad adó részét az elvégzett munkák ütemében a városi autóbuszállomás építésére költi az önkormányzat, mivel az objektumot még az idén szeretné tető alá hozni. A képviselők a továbbiakban elfogadták néhány intézmény jövő évi programját, és módosítottak több korábban elfogadott rendeletet is.